Nyalihó is esti fény mindenkinek, és megint jön egy olyan játék, amit tudok így nektek ajánlani. Közben ilyet is beadott a játék. Ez The Rise of the Atlantis. Hát ez is ilyen puzzle típusú játék, de látjátok, nagyon szép a képi világa. Nekem ezért tetszett meg, mondjuk jó eleve szép a tenger alatti részleg. Történetünk úgy Isten igazából nincsen. Annyi van, hogy hát ahogy csináljuk a puzzle darabokat, úgy kapjuk meg a kincseket. Itt azért sok mindenre kell odafigyelni, hogy például, hogyha ugye eleve itt ilyen kinézetű cuccaink vannak, ezeket a darabokat kell lejutatni az aljára. De jó lenne, ha ezt is le tudnám közben vinni, mert azért megkapok plusz olyan képességet, ami, vagy segítséget, ami mondjuk a későbbi pályák során bármikor jól jöhet. Hát, puzzle típus, ez szerintem ez az a tipikus játék, amit akkor játszik az ember, hogy itt már teljesen ki van, hogy na, most mit játszok, most el sincs meg kedve, most sincsen kedve, és akkor mit csinál, beindít egy olyan egyszerű kis játékot, ami annyi fáradtságot nem igényel, egy kis egyszerű kis játékocska, aminek azért vegyük viszonylag szép a grafikája, a zenét azt most annyira nem halljátok szerintem, de az is nagyon szép. Akkor mi van még olyan? Most azon gondolkodom, hogy azt hogyan kell ilyenkor nehéz egyszerre sok felé figyelni. Szép. Egyébként a zené is olyan viszonylag elviselhetőek, szóval nem az a ma megint ez a nyálas, ilyen, mit tudom én, milyen zene van, hanem nekem mégis tetszik olyan. Na, nézzi, azt is kiteszi. Oké. Szerintem most lett. Most sikerült megcsinálni. Igen. Nyit alul megy az idő, azt figyelembe kell venni, aztán jószerivel úgy ennyi van. Valami tippet is ad, de hát annyira az nem érint. Azért viszonylag hamar végig lehet vinni. Én kettőt vittem végig, ugye az elejét, ugye ott még magyarázgat valamit, de utána már nem. Plusz még itt van ez is, hogy most már így nehezít a játékon. Jaj. Na, köszönjük szépen, ez úgy... Ouch. Ezt hogy fogom megoldani? Viccesen, de meg fogom oldani. Na, ilyenkor kell nagyon arra gyűjteni, hogy ez megteljen. És lehet, és írja, hogy 30%-ig megtelve. Jó! Csak most nekem ezeket kellene itt oldogatni. Ezt viszont már sikerül. Sajnos ez viszont nem elmozdítható. Pont az a lényeg, hogy az most zárva van egy ideig. Lehet, hogy ezzel el leszek egy ideig. Sőt, biztos. Egy idő után azért rááll az embernek a szeme, hogy na, akkor most ilyenkor miket kell figyelnie, hogy oké, ne legyen, ezt tudok így, ki tudok hozni egy négyest, úgy ki tudok hozni dolgokat. És jól látom, hogy nincsen ilyen extra. Ó, viszont itt én nagyon nagyot tudok összehozni. Ott is. Növek. Ott egymás alá került. Hát ez valamilyen szinten jó, valamilyen szinten meg nem. És most lesz kész. Még ott van oldalt. Ajja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 jj
alá kerül, akkor hamar le tudjuk. Ez alatt azt értem, hogy akkor egyszerre mind a kettő kimegy. Viszont ez azt jelenti, hogy akkor kevesebb lehetőség van. Szóval ez is egy egyszerű kis puzzle játék. Csak így
ilyen kincsecskéket kell összeszedni. Ja, nem ezt akartam, ezt akartam. Na, még mik vannak még, amit össze tudok hozni? Közben figyelnem kell itt alul az időre. Mondjuk jó, van 3 homokóra. Szeretném a homokóra. Ez nagyon rossz volt. Na, gyerünk. Az nem volt egy jó ötlet. Nem tudom. Tudom, hogy azt az egyet kellene, de így villog nekem, hogy basszus, azt az egyet ki kellene már szabadítani. Tudom, hogy ki kell szabadítani. Na, és sikerült ezt is kiszedni. És így látjátok, hogy ennek a napocskának a hozzávalóit kell összeszednünk. Sajnos itt is vannak reklámok. Gondolom már megszokhattátok, hogy általában ezeknek a játékokat, amiket szoktam játszani, vannak reklámok, ezért ingyenes, viszont ez az előnye, hogy van. Viszont ingyenes rész. Hú, ezt onnan majd ki kell onnan szabadítani, mert az életben nem fogom akkor kiszedni onnan. Ez azért kell onnan kiszednem, mert az extra életet jelent. Fú, az viszont nagyon jól tudám jönni. Higgyétek el, néhány szorult helyzetben az ki tudám segíteni. Hát ezzel csak lejjebb tudtam vinni. Nézzük. Itt egy sort le kellene még szednem valahogy. Hát ez most nem fog összejönni. Idegesítő, tudom. Mondjuk így is meg tudtam szerezni, nem baj. Így ezért jó ez a feltölthetős cucc, mert igen hamar. Mondjuk hamar fel lehet tölteni, szerintem. Meg ez egy tényleges segítség, szóval vannak olyan játékok, ahol oké, gyűjtögesed, azt kapod ezt a segítséget, és megkapod a segítséget, és mi van? Hát ezzel apukám nem mentem sokra. Olyan segítségek. Szoktam szeretni. Ez viszont olyan segítség, hogy jó. És ha jól emlékszem, ennél a játéknál úgy Isten igazából nehézségi szintet nem lehet állítani. Azon az elven alapul, hogy minél tovább mész a térképen, annál nehezebb lesz majd a játék. Hát így a közép résznél raktam én be ezt. Most annál tartok. Úgyhogy ez olyan, hogy annyira nem lesz durva. Ez a része még annyira nem durva. Vannak nehezebbek, meg többfajta jel lesz, nem csak ezek a, amik most jelenleg itt vannak, hanem még több. Ez Egyiptom, az Atlantiszt akarja, az Rómát akarja szimbolizálni. Mennyi idő? 2 perc 15? Úgyhogy egész jók vagyunk. Na, szerintem ennyi hirtelnyében ebből a játékból elegendő is. Itt látjátok, így fog majd kinézni ez a szimbólum, hogy ezeket kell itt megtölteni. Kettőt már összeszedtem, ugye az első ez a kincses láda volt, ez pár darabból állt. Akkor ez a hát levegő, hát nekem ez egy felhőnek néz ki, itt lesz majd a napocska, és akkor majd itt szépen meg lehet tölteni. Összességében meg majd így fog kinézni. Na, mondom, ennyi, ez egy puzzle játék. 2 pályánként kell számítani arra, hogy szépen meg fog titeket szivatni egy reklámmal, de ez 5 másodpercet, ha igénybe vesz. Úgyhogy annyira nem zavaró, játék közben nem zavar be, ez nagyon fontos, mert sajnos van olyan játék, ahol játék közben zavar meg, mint például a Build alatt, az például olyan volt. Azon kívül erre nincsen szükség. Úgyhogy egyszerű, szép grafikával, hogyha nem tudjátok, hogy mivel játszatok, úgy
hirtelen felindulásból ezt tudom ajánlani. Linkelem a megjegyzésbe, hogy hol lehet ezt is letölteni. Úgyhogy ilyen is van. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!